Mint ahogy a mögöttem láthatják, a szerbiai katonaság tagjai őrzik a szabadkai befogadóközpontot, ahol jelenleg több mint 100 egyedülálló, általában Szíriából és Afganisztánból érkezett migráns tartózkodik. Ők nem hagyhatják el a szabadkai befogadóközpontot. Szerbiában a többi befogadóközpontot is a katonaság őrzi. Szabadkán német zászlót lengettek, és azt üzenték a bevándorlók, Angela Merkel, engedj be minket, amikor a migránsok megpillantották stábunkat. Egyesek nehezen viselik a bezártságot, minél előbb útnak indulnának. Szerdán még 109, csütörtökön pedig már 111 illegális migráns volt a szabadkai befogadóközpont területén. Mahmud Szíriából érkezett. I'm going to Germany or Austria or Netherlands. What are you doing here in Serbia? Nothing. I am waiting to cross the border because I cannot cross now. Many time I go, but police catch me, and I come back again. Goran Boskitya, a szerb menekültügyi és migrációs főbiztosság koordinátora szerint nagy hangsúlyt fektetnek a befogadóközpont higiéniájára. A migránsok állandó orvosi felügyelet alatt állnak, napi háromszori étkezést biztosítanak számukra, vallási böjtjükhöz, a ramadánhoz igazodva. Stabilna situácia, oni su... Njihova je želja da nastave podalje, međutim, verovatno još jedno vreme duže oni shvataju situaciju kakva je i u Srbiji, u Evropi. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakció vezetője, a migránsokról is beszélt csütörtöki parlamenti felszólalásában. Elmondta, a rendkívüli állapot feloldásának hírére ismét megjelentek az illegális bevándorlók Északbácska és Északbánát területén. Tegnap este már jelezték nekem Észak-Bánátból, hogy megjelentek újra a migránsok, úgyhogy arra mutattam rá a felszólalásomban, hogy ahogy számos alkalommal követeltük itt a parlamentben, a szerb kormány tegyen meg mindent a mi állampolgáraink biztonsága érdekében, hiszen arra lehet számítani, hogy sajnos a migránsok újra jelen lesznek az életünkben, mint ahogy voltak március 15-ét megelőzően. Ana Brnabić, szerb miniszterelnök, konkrét intézkedéseket ígért a helyzettel kapcsolatban.